A Csókosasszony lovagjai című darab története szerint a színészek már nem tudják tovább elviselni azokat a borzalmakat, amelyeket megélnek a társadalomban, illetve a Kosztolányi Dezső Színházban. Mindezt humorosan, ének és tánc kíséretében adja elő a társulat. Az előadás dramaturgiai Kulik Kornélia és Olá Tamás. Az ős operethez nyúltunk vissza, amely nem riadt meg a politikai vagy közéleti gúnyolódástól, iróniától. Egy nagyon színes rendszer, nagyon színes struktúrát hoztunk létre, dalokkal, viccekkel, és dolgoztunk a saját hagyományainkkal, ami nagyon fontos, a vajdasági magyar színház történet, amelyre visszatekintünk, az a hagyomány, amelyben benne állunk, szerves részét képezi ennek az operett világnak, amelyet a közönség majd láthat a színpadon. Az előadásban 15 dal hallható, közülük 10-et Szerda Árpád, a darab zeneszerzője komponált. A társulat még tavaly kezdte meg a munkát, de a koronavírus járvány miatt szünteltek a próbák. Sok olyan dolog van az előadásban, ami a színészek által nyújtott improvizációk vagy gyakorlatokból született meg. Ugyanakkor Szerda Árpádnak óriási munkája van a darabban, úgy szövegíróként is, mint zeneszerzőként. Ez egy 2 óra hossza, tömény, zenés, táncos, humoros varietté. A rendező minden korosztálynak ajánlja előadásaikat, azonban ez a darab bizonyos szintű verbális erőszakot is tartalmaz, ezért a 16 évnél idősebb korosztály tagjait várják elsősorban. A Csókosasszony lovagjai című előadás bemutatója 30-án 18 óra 30 perckor kezdődik. Mindenki úgy vehet részt az előadáson, hogyha betartja a járványügyi előírásokat. A röprízekre pedig 31-én, illetve április 10-én kerül majd sor.